Az elmúlt szezonban a minimális célt elérve benn maradt az NB1-ben a nyírbátoriase. A nyári szünetben azonban jelentős változások történtek, Kiss Zsolt játékos edző és Tóth Gábor Németországba költözött, Sallai Zoltán pedig visszatért Nyíregyházára. Így az őszi szezon követően egy győzelemmel és két döntetlennel a 9. helyen áll az átalakított csapat a 10 együttes számláló mezőnyben. Azzal kell főznünk, ami van, megyünk tovább, és megtaláltuk azokat a játékosokat, illetve konkrétan egy olyan játékos érkezett hozzánk, a Kővári Balázs, aki erősítést jelentett, és a többieket pedig helyi erőből pótoltuk, Bánhidi Emilt újra harcba hívtuk, és ő készségesen állt rendelkezésünkre, bizonyítva ezzel is azt a sportemberi magatartását, ami miatt ő már 15 éve van a klub szolgálatában. Az utánpótlás vonalon azt gondolom, hogy szintén elég jól állunk. Molnár Dávid az serdülő válogatott után most már az ifi válogatottba is szerepet kap. A másik fiatal tehetség, Tölgyes Dorottya több hazai siker mellett nyáron Franciaországban a 7. helyen végzett az újonc asztali teniszezők Európa-bajnokságán. Nagyon sokat fejlődött, fejben egyre jobban oda tud koncentrálni, és egyre jobban tud fókuszálni az adott meccsekre. Még sok mindenben fejlődnie kell, de egyre jobb és szebb jövő áll előtte. Januártól Torony magasan fogja vezetni az újonc ranglistát, jövőre már a serdülő válogatottnál is számítanak rá, és hogyha ugyanígy fejlődik, ilyen ütemben tud fejlődni, akkor esetlegesen még akár egy serdülő Európa-bajnokságon is részt tud venni. Szeptemberben az országban az asztali teniszklubok közül elsőként a Nyírbátoriasi Edzéscentruma kapta meg a regionális edző és utánpótlás központ címet. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség anyagi támogatásával is járó elismerésnek köszönhetően a jövőben még magasabb szintű szakmai munkát végezhetnek az egyesületnél. Előírták azt, hogy milyen szintű vezetőedzőt kell alkalmazni, milyen eredményességi mutatókkal kell rendelkezni, ezen kívül mennyiséget is elvárnak tőlünk, tehát magyarul, hogy több játékosunk legyen egy fél éven belül, mint amennyi azt megelőzően volt. Elsősorban gyerekek leigazolása tűzték ki célul, másrészt pedig azt, hogy olyan szakmai munkát végezzünk itt a klubon belül, ami a válogatottaknak a szintje. Nyírbátorban januárban egy bemutató edzéssel egybekötött szakmai napot tartanak majd azzal a céllal, hogy a környező magyarországi és határon túli megyék asztali teniszezői is megismerkedhessenek az egyesületnél végzett munkával.